Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Hosszúmezei György urat, pusztadobos mellől. Idén telepített egy nagyon szép bodzást, és kérem Gyurit, meséljen arról, hogy itt gyakorlatilag mi történt ezen a területen. Szaporító anyagot múlt évben vásároltuk meg, elcsúsztunk egy kicsit a telepítéssel, úgyhogy idén tavasszal ültettük. Tavasszal sikerült megszántani a területet és előkészíteni végül is a vetőágyat hozzá. Március végére tettük sajnos az ültetést. Ültetés során normál gödörfúrás, trágyázás és az önök gyökérítatóját használtuk, és utána pedig nyáron a nagy aszály miatt pedig folyamatosan gondoztuk és öntöztük az ültetvényünket. Igen, egyébként mindenki arra gondol, hogy a gyökérítató mellett nem kell locsolni. Ez egy tévhit, a gyökérítató nem oldja meg a víz problémát, a gyökérítató valamilyen szinten tárolja ugye a vizet, de igazság szerint emellett természetesen kritikus helyzetekben locsolni is kell. De ez itt is igazolódott. Milyen igen, típusú igen. A talaj? Jellemzően homokos a talajunk. Picit változó itt a elég hosszú a táblánk, és egyik oldala teljesen futóhomok, később pedig lentes szürkés talajtól megkezdve agyagtalajig minden van ebbe a területbe. Igen. Itt, ahol most állunk, ez alatt a sor alatt gyökérítató van, és ez mondjuk a területnek egy aljabb része, igen. Tehát ide azért egy vízgyűjtő helynek lehet tekinteni, és tőlünk jobbra pedig egy kontrollsor van. Milyen megállapítást lehet tenni? Látszik az, hogy a gyökérítatót, ahol aláraktuk, ott nagyobbak a hajtásnövekedések, szebbek a levelek, jobb a fának az energiaellátása, intenzívebb a levél színe, és szebbek végül is a fák. Így van, és alapvetően azt nézhetjük, hogy az egész területre ez elmondható. És ahogy mondta Gyuri, hogy itt a környéken, akik telepítettek, azok is csodálkoznak, hogy ezen a területen milyen szép ez a hajtáshoz növekedés. Mi lesz a következő lépés? Tehát jövőre már gyakorlatilag lehet arra számítani, lesz valami meccés, vagy valami ilyesmi ezeken a fákon? Idén is volt meccés, folyamatosan a gyökértől megkezdve, vagy mint a talajszintől fölfelé próbáltuk a koronaformát kialakítani. Hál' Istennek sikerült olyan szaporító anyagot vásárolni és ültetni, amik már törzses állomány. Bodzába szerintem ez e felé, mármint itt Szabolcsba elég ritka, és ahogy látszanak, most is vannak rajta kisebb hajtásnövekedések, ezt folyamatosan csipkedtük vissza, hogy már a koronaforma kialakuljon ilyen 80 centi vagy 1 méteres magasságba. Le fogjuk pucolni ismét ősszel a törzsét, és megpróbálunk egy olyan koronaformát kialakítani, amely a későbbiekben majd lehet építeni és meccseni. Igen. Ezt szeretném még mondani, hogy, és nagyon örülök, hogy itt is úgy történt, hogy ne az egész területet szerves trágyázzuk, hanem csak kimondottan az elsőben ültetéskor csak a növényünk alá tegyünk szerves trágyát. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy úgyis kárba vész az, amit egy egész területre ültetési évbe kihelyezünk. Ezzel szemben viszont a második évben érdemes ugye a szerves trágya bevitele, és milyen módot alkalmaznak itt, hogy a sorok mellett. A második évben még szerintem csak és kizárólag egy tölcsérnyit, egy tányért fogunk megszórni trágyával. Nem hiszem, hogy akkora nagy a gyökérnek a felülete, hogy teljesen csíkba kellene szórnunk. A későbbiekben a harmad, negyed évtől megkezdve pedig folyamatosan leszórjuk egy csíkba az ültetvénybe, és vagy rotációs kapával, vagy oldalazó talajmaróval fogjuk a földbe beledolgozni. Hát nagyon-nagyon örülünk, tényleg nagyon szép, és örülünk, hogy ide látogathattunk. És én azt hiszem, jövőre is eljövünk, és megnézzük, hogy két évvel korábban milyen ez az ügy. Szívesen fogadom önöket. Én is köszönöm.